Nincs jobb és felemelőbb érzés, mint érezni, hogy szeretjük szülőföldünket, írja Kis György Zoltán egyik kutikönyvének előszavában, és valóban ez a szeretet érezhető minden írásából, szóljon az borvizekről, vagy akár harangokról. Könyveinél csak előadásai hangulatosabbak. Humora egyedülálló, szeret kutatni és kérdezni. Háromszék talán utolsó polihisztorát Szent Györgyi otthonában kerestük fel. Kezdjük talán azzal, hogy Gyakorlatilag a szülői házba vagyunk, de nem itt született. Árkoson, az az én drága szülőfalom. Véletlenül anyám más állapotba ment ki megnézi az anyósát, és akkor 1936. június, júniust írtak a kalendáriumon. Nagyon-nagyon szeretem én ezt a falut. Sokat is írtam róla, most egy kis falutörténetet is, falu is. És akár milyen nehéz idők voltak, mert hát ö, volt háború, ami emlékszem, volt 1946-os nagy szárasság, nekem csak a szép maradt meg minden, és a jó árkosból. A jó emberek, a régi barátok, és hát nyilván nagyon tarka és gazdag története, amit úgy szeretek a kicsi kirázni, kirázni, hogyha valahova hívnak, akkor tudjak beszélni a szülőfalomról. Sokat járt, mint turista vezető is a környéken? Ugye nekem az életemnek egy része erdővidék volt, amikor a Köpetszi és az erdővidéki szénbánya geológusa voltam, akkor ott már volt kis geológuskör a baróti liceumnál, utána kis barlangászok köre. Úgyhogy hát nem is csoda, hogy akármilyen öt-hat személy a geológiát választotta, hát erdővidéken is. És utána aztán itt hát tanárkodtam, Mikó kollégiumban, Mikesbes, még ahol, ahol beteg volt egy-egy földrajzszokos tanárnő, ott földrajzot is tanítottam az alapmesterségem mellett, mert előbb a belszinti erdővidéki bányák geológusa voltam, utána pedig a köröspataki Szénbányának a, a geológusra. És hát ugye a fénykora az én tanárságomnak az az volt, amikor a 11. Reál geológiát is lehetett oktatni, amikor én a szotyromba hordtam a saját gyűjteményemből a kövületeket, kőzeteket, ásványokat, érdekességeket és mutattam a tanítványaimnak. Az volt az igazi. Hogy lett geológus, hogy választotta ezt a szakmát? Ó, hát megpróbálom röviden elmondani, mert amikor úgy már a 11. osztályban, akkor nem volt 12, Mikós diák voltam, közeledett apám, kérdezte, mi akarsz lenni, édes fiam, mondtam, unitárius pap, az soha ne csináld, Édes fiam, már nézd meg, ez a vörös kommunizmus, ami itt van, az 50 évig nem megy el innen. Hát szinte igaza volt. Éppen 50 nem volt, de tényleg nem ment el. Ne, ö, nem lehet lelkészkedni, annak itt ö, nem lesz élete. Hát, mit a most mit a szüleim mondtak, én, én megfogadtam. Jó, nagyszerű, megint kérdezte, no telik ki az esztendő, megyek színésznek. Hát, a Mikó kollégium szijátszó csoportjába is játsztam, szerettem, nem lehet, édes fiam, ha bánatod van, akkor énekelsz a színpadon s fordítva, hát ilyen nincsen. Válasz már egy komolyabb szakmát magadnak, Harkó kabácsi volt, Nyugodjék az főnököm, és ő például történeti geológiát tanított rendesen a Mikóba. Én nagyon szerettem, és sokat bátorított engem. Abban nagy hidegekben a kollégiumban Ilyenfalvi szénnel tüzeltünk, úgyhogy fát tettünk alul, és akkor aztán behoztak oda egy csomó nagy ilyen ilyenfalvi széndarabot, és mi rakosgattuk. S én azt hasogattam, és a szénlapnak a, 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 a tetején hát ott megjelentek ezek a pliocénkorú gerinctelenek, a teodoxus szemmiplikátus akkor még nem tudtam a nevüket, a giraulus transzilvánikus, a bitiniák, a hidróbiák, csak, csak azt láttam, hogy élőlények, de benne a szénbe tanár úr, hát, Hát itt minden régi, hát a szénben benne van a millió évekkel ezelőtt a napnak a melege, mert most, ha én bárokom akkor az felszabadul az a meleg, és ezek a csigák, jól van Zolti, igazad van, ügyes vagy. És volt egy nagy vastag tankönyvünk, a Román Népköztársaság geológiája, hiszem, az volt jó, háromi könyv, hát imádtam, Tízesén volt, egyszer megint kérdi apám, hogy, na most mit mondasz, édesapám, megyek geológia földrajzra, Kolozsvára, Bólygyátyám, 59 előtt volt ez. Édesfia. A barátok becsaphatnak, de a kövek sohasem. Uh -huh. Ezt mondta apám. Na, és így, akkor. A geológia földrajzot végeztem. 57-ben, most volt, nem is volt idő, hogy megsárguljon a diploma. Milyen igaza volt az édesapjának? És utána a barótra került? Igen, a geológus gyakorlatot az barátkán végeztük, uh -huh. és a barátkai bányokitermelés vezetője, az egy szektorfőnök volt, egy részlegfőnök, az a Boros Árpád, akit később munkás igazgatóként kiemeltek, és a köpeci Szénbánya igazgatójának tették. Később a szocialista munkahőse is volt. És én mindig közel szerettem volna, és csak és csak bányába, ahol ahol előkerülnek a csontok, a gerinces állatoknak a fogai, az agyarak, a gerinctelenek, minden. Igen, de ott nem volt üres hely geológusnak, és akkor akkor a közelbe, Apácai Csere János falujába, 22 évesen, szőkén, fiatalon, göndörhajjal, egybe iskola igazgató lettem. Jó ében jó, magát tesszük a kollektív gazdaság szervező bizottság elnökének. mondtam, ne tegyenek, mert nem vallalom el. És én nem rezelék be, mert nekem anyám szövőgyári munkás volt, apám pedig kisipari szövetkezetben dolgozott, iparos. Nekem nincs múltom, nekem utánam kutathatnak egész nyugodtan, tehát, hogyha nem fogadják meg, amit én mondtam, akkor továbbállok, Kész. És így volt. Csak betettek, csak megjött a decsizi, azt a drága, jó magyar falut, apácát, ma Zolton túl volt, az délerdé volt, minden. Ott kellett hagyjam, de abba a helybe hóta meg magát a geológus mérnök a köpeci szénbányánál. Az igazgató ismert, Ugye hát az ő keze alatt gyakorlatoztunk, Nozoli ide jöjjön, itt van, mit csináljon. Pénz derékig, ugye? A geológiai kutatás az úgy ment, hogy mit, mit csináltuk tulajdonképpen a tervezeteket is, ahol kérte a bánya vezetősége, ott fúrtunk, tisztáztuk, hol a szén, milyen, mélyen van, hol van a vető, merre ugrott le minőségi laboratórium volt, mindent ki tudott mutatni, annak a főnöke Komán volt, Kósa Bálint még mindig él, olasz teleken nagyon-nagyon szép emlékeim vannak, és, és, megírtam a köpeci szénbányászat történetét, egy vastag történeti kiadványba, most még ki is egészítettem, sajnos most rúgja az utolsókat, már a felsőrákosi felszíni szénfejtést veszi fel a víz. Amikor engem felvettek, 4500 alkalmazottja volt a köpeci szénbányának. Most úgy tudom, hogy két ember van a baróti irodában. Egyik a elraktározott szenet adja el egyetlen fogyasztónak a cserépgyárnak. És mikor ezt eladták, akkor azt hiszem, hogy a másik bányamérnök kollégájával elbúcsúzik, és én pedig fogok írni a lapunkba egy cikket, amelyiknek az lesz a címe, hogy Amen, vagy Amen. Az írás is ezek szerint már egész az elején úgy valahogy begyűrűzött az életébe. Igen, az egy, hogy a falusi iskolába 5. osztályig ugye fogalmaztunk. Én magát a kifejezésem szeretem így, nem találó fogalmazás, mindegy, de a középiskolában ott két kiváló magyar szakos tanárom volt, az egyik az Izsák József volt, az irodalom kritikus aki egyébként Tomásiról külön kötetet is írt, vásárhelyen végezte be pajafutását. A másik pedig Sombori Salomon Sándor, ugye, aki drámaíró volt a Szentgyörgyi Színháznak irodalmi titkára. Hát ők úgy érezték, hogy fogalmozni jobbacskán tud a gyermek, és bíztattak, szép volt Zolti, jó volt Zolti, na, no, ezt tanuld meg, nézd meg a vén cigány, írt a Vörös Marti Mihály, és elszavallod a színházba. És annyira szerettem őket, nem volt a mi időnkben egy tanár, akit utáltunk volna. Most pedig hallom, hogy mondja egy, egy azt mondja, hogy azt mondja a fiam, hogy minden egyiket -egy se szeretik a tanárok közül. Hogy ez hogy van, én nem tudom. És e, akkor az egyetemi évek alatt volt egy folyóirata a, a, a geológia földrajzkarnak, abba is írogattam, és amikor kineveztek földrajztanárnak, akkor a tanügyi újságban jelentek meg az első cikkeim. És azután úgy éreztem, hogy valamit nem úgy el kell mondani, úgy éreztem, hogy ezt meg kellene menteni, ezt az adatot, ezt az érdekességet, ezt a mazsolát, ezt a műtyűr valamit, hogy más is olvassa, el, esetleg vágja ki és tegye el. És ez áboskodott aztán bennem, hova tovább úgy, hogy akkor Ugye az új életbe, akkor a, a brassóba, mert egy darabig brassóhoz tartozott, sebbsirajon. A brassói lapokba is kezdtem cikkezgetni, és hát nem mondjam azt, hogy a megyei tükörbe, ami 1968-ba indult, ugye és hát, mint geológus, nagyon-nagyon jó néven vette itt a megye vezetősége, hogyha sorozott elmondtam, hogy melyek azok az értékesítésre váró eh, hasznosításra, eh, érdemes ásványi kincsek, elkezdve mit tudom én a, a folyami homoktól, a féldrága köveken keresztül, ásványvíz, stb. stb. És ez így ment végig külmunkatársként, a megyei tükörnek voltam, tehát külmunkatársa, egész a rendszerváltásig. És akkor az ott maradt kollégákkal összefogtunk a pénzecskénket, amit meggyűjtöttünk azt. Betettük, megalakítottuk a KFT-t, zöld hatalmas betűkkel a homlokán megjelent a háromszék, és közben rugdosni kezdte az utolsót a szémipar 90-ben, a szüzetések lejöttek 42%-ra, és akkor két kedves kollega azt mondta, Gyere ide, Zoli bácsi, a három székhez. Amíg lesz olyan ember, aki magyar újságot akar olvasni, addig te írhatod, amit akarsz, mondta az igazgató. Nem menjen, Zoli, maga azért menjen oda, hogy ezt a sok hülyeséget, amit élvez, ezt mind megírja. Én egyébként nem geológusa voltam az igazgatón, hanem geológia ugye a, a, geológot egy kicsit elmagyarosította. És akkor 90 elejétől én munkatársa vagyok ennek a lapnak, sőt, szegény szilveszter kollégám halála után előre főmunkatársnak, és szeretem, amit csinálok. Annyi Geológiát, annyi föltörténetet tudok becsepegtetni ezekbe az írásokba, és szeretem a falut. És ez a magyarázata annak is, hogy nagyon megismertem. Farkas Árpád főszerkesztőm azt mondta, nem, mint kalandozzatok, nem engedlek, hogy a megye határain kívül menjetek. Ti írjatok azokról, akik előfizetnek a, a, a lapra, és akik éltetnek minket. Na, no, de hát kakas lövéskor csak átmehetünk. Így is van. Na, no, és hát nyilván, hogy így aztán hát alkalom adódott arra is, hogy írjak egy kovászna megye úti könyvet. Ha ráteszem a kezemet Ikofalvától, Hát mit mondjak, hilibre vagy harajbazokra, a kicsi szentföldi katolikus falukra mindennitnek érzem a pulzusát. És ha valaki azt mondaná, na ülj le ide, beszélj nekem most egy órát Kézdi Martonosról. Van ott is egy kicsi hidrogeológia, na, ott van a kénes szulfátos büdös fürdő, nagyon érdekes. Azt meg tudnám csinálni, és ezt csinálom. Minden héten egy-két településről születik egy. Falusi riportom, úgy szoktuk nevezni, hogy falu világ. Plegykálják a kollégái, hogy a fiatalok nem járnak terepre, de Zoli bácsit nem lehet. Falujáró, újságíró vagy mind riporter, mintha. Kicsi lenne nekem, Kovaszna megye. Egyébként az ország legkisebb megyéje is. Mert van egy-egy olyan település, hogy egy falu, hogy visszatérek harmadszor is abba az évbe, vagy nehogy Isten valami történik negyedszer. És akkor aztán az Zoli bácsi maga mosvót itt, hát mit keres itt? Hát itt nem történt semmi, de hogy és nem csináljuk mi, hogy történjen. Itt maradok estig, és addig kínozom, amíg kiderül a végén, hogy ilyenkor mondják el a legérdekesebb történeteket. Kisborosnyom voltam, és mondom, nekem még kéne egy idős ember, aki egy kicsit beszéljen az ő legénykoráról. No, mondják, hova menjen, hány szám alá, nyitom, kopogtatok, nyitok. Két aranyos öreg, egy bajuszos idős ember, és egy fonnyat kicsi felesége mellette, az asztal közepén egy nagy aranysárga borzos puliszka gőzölök, és marhahús tokányt éppen kanalozzák, teszi az öreg asszalat ányérba. Jaj, mondom, bocsánatot kérem szépen, kérek szépen erősen. Rosszkor léptem be, de vissza fogok jönni. Ne, 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 ne maga vissza. Azt mondja az öreg, jöjjön be és mutatkozzon be, hogy maga ki, a. És akkor aztán mindjárt elengedjük, ö, meg ö, döntünk, elengedjük-e vagy nem. Na no, jó, szorongva bementem. Mondom, hogy én a három székújságtól jöttem. Aha, és magának mi a neve? És mondom nekem, kis Zoltán, Jézus Mária, ha maga így néz ki, ha mondom, ahogy hogy nézzek ki, ha de én nem így gond, nem így gondoltuk el magát, úgy gondoltuk, hogy soványka, olyan futuri, gyors, szokálos, de hát maga egyik sem az. Hát nem, hát akkor hogy nézek ki? Hat maga egy jó táplált ember, maga pontosan olyan, mint itt a belső brigádos, amelyik volt nálunk a kollektív gazdaságban. Leültünk, egyszer eszünk, szúr is, márt is, mind a kettőt és utána mesélünk. És nagyon kedves, még kedvesek voltak, még akkor is felfigyeltem rájuk, amikor a harunszék lapunkba ugye ismerős volt a nevük, megjelent a gyász jelentőjük. Na de hát, az újság mellett még családja is van az embernek. Gyerekei vannak, unokái vannak, Kertje van, pincéje van, van. A sírban felesége 26 esztendelje, főzök, sütök. Például tehintúros gombócot olyan, hogy sosem menjen széjjel a levébe. Az, hogy szeret emberekkel beszélni, meg nagyon sokszor egy-egy csoportnak úgy adja elő a környék történetét, hogy az egy élmény. Ez is a fiatalkori színészkedésből jön, vagy ez honnan? Nem, <laughs> nem. nem, 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 nem. Utazási, irodalmi, forgalmi dolog sosem, sosem volt hanem adódott úgy, hogy egy-egy csoport megkért. Egy ismerősöm, mondja, hogy Magyarország jól jön, egy mikrobusznyi kedves ö, barátja, nem viszed el Erdővidékre, hát te ott éltél, ö, vagy 25 esztendőt. Hát de hogy nem, hát miért ne tudnám én bemutatni, uzunk a fürdőtől, elkezdett. Köpácén legénykedtem, ott laktam, ott ismerik, mindenütt sok embert elviszem, és akkor lassacskán kiderült, hogy, hogy én nem csak azt csinálom, amiről rők kértek, hogy mondjam el, hogy, hogy hányba épült a bodosi református templom, vagy mit tudom én, akár melyik épület vagy kúria, hanem még, még egy kicsit szórakoztatom is a társágot, sőt, sőt, sokszor kacagok azon, hogy úgy jönnek ide az anyországból, jön ide egy-egy csoport, hogy halvány fogalma sincs semmiről, és ez, ez engem arra biztat, hogy no, kéz meg őket, magyaráz meg, hogy nem a falvédőről szálltunk itt mi le. Nos, akkor ez, ez, most már úgy néz ki, hogy mikor Szent György nap van, akkor ugye a polgármester hivatal Zoli bácsi van, egy autóbusznyi magyarországi polgármester, salpolgármester, fele magát ismeri már az elmúlt évekből. Most vigye egy olyan helyre, ahol eddig nem jártok. Uh -huh. Na viszem én akkor, reggedjétek ide, s rossz utakra viszem, hogy rázza fel ők bennük a hazafias érzést, az a rossz makadámút, Atya Máriáson, <laughs> És akkor egyfajta ilyen idegenvezető vagyok, de hát ez csak olyan műkedvelő idegenvezetés. Vezetem, akit akarok, s aki megkér, adjon Isten jó napot, számlát nem adok, pecsétem nincs, ami jó, magyar, piros bortoznak, azt együtt is meg tudjuk inni, és hát... És mert, élvezi. Igen, és mert családom van, gondok is vannak, hát... Egy kicsit űzöm a gondjaimat is. A másik szerelme, azok az itteni borvizek, mofetták, azokkal is sokat foglalkozott. Muszáj volt foglalkozzak, mert a Köpeci szénbányánál, szóval erdővidéken a szén fölött, úszóhomok rétegekben nagy nyomás alatt szénsavas ásványvíz volt. Tehát én ott hidrogeológis is voltam, nekem a borvíz ellenségem volt, alulról fúrtunk föl, mi, amerre ment a fejtés, hogy engedjük le a vizet, de szűrőszitákkal a vizet les, a homok maradjon fönt, és azt a vizet pedig kinyomatták a bányából. De amikor már határoznunk kellett, hogy erdővidéken maradunk-e, mert a lelkem csücske maradt, akkor mégis úgy határoztunk, hogy szüleim éltek, jöjjünk haza Szentgyörgyre. Uh -huh. Itt meg akkor a megyei turisztikai hivatalnak lettem a hidrogeológus. Sa. Na, itt viszont barátaim lettek az ásványvizek. Itt nem lentről föl, hanem fentről lefúrtunk. És akkor ugye a turisztikai minisztériumhoz tartoztunk, rendes programot csináltunk, és én vezettem az ásványvíz kutatásokat minden fürdőhelyen. A tartalékoknak, az ásványvíz és a széndiokszid tartalékoknak a számítását ugye bár Ezeknek a jóváhagyását a Geológiai Intézetben, rengeteget jártam a román fővárost, és mikor a legjobban ment, most nagyon jól kell megérteni, amit akarok mondani, akkor szinte kiderült, hogy, hogy balványos fürdőn a színpad háta megett, termálvíz lesz. 54 fok volt, 1204 méteren a furatnak a talp csak sajnos nem volt víz benne. Tehát víz is kellett volna ahhoz, hogy ott meleg vízbe fürödjünk. És a rendszerváltás idején olyan sok fúrás és érdekes kutatás félbe maradt, amit sajnos azóta sem tudtunk Pótolni. Például itt van kilenc kilométerre ugye bár sugásfürdő, amit a borvizek útja eh, program alapján a városi tanács nagyon szépen rendbetett, kiépített. A mofetája jól működik, de mi kellene egy geológiai tanulmány, az égvilágon, elektrometrikai, magnetometrikai, mindenféle. Eh, a geotermikus gradiens ellenőrzése, hogy két-három olyan lyukat, vagy egy-két olyan fúrást csináljanak, ahol annyi ásványvíz jön fel, amennyi kell, hogy a nyakáig ússzon borvízbe az, akinek kedve van. Uh -huh. Na, éppen ez hiányzik. Az ásványvízek azok, azok csak csordogálnak. És uh -huh. az ember megpiszkálja őket, akkor igen, Töretnek akkor el. meg elcsordogálnak, mint a Jenő vagy mit tudom én melyik. Igen, hát ezeknek is életük van. Szuszognak, élnek, megjelennek, eltűnnek. És hát ezeket írtam le a borvizes könyvembe. Most a Kovaszna megye uti könyvemet keresztelném át háromszéki uti könyvre, Akadt egy olyan kiadó, aki megjelentetné. Tehát felújítanám, bővíteném, és egy kicsit más hangulatot adnék ennek az útikönyvnek, mert úgy nézem ki, hogy talán a magyar könyvpiacnak is szüksége lenne erre. És azon kívül, hogy nekem volt ez a szerencsém, hogy aláírhattam egy ilyen szerződést, hogy titokba kuncogok, és arra gondolok, hogy ha ez sikerül, akkor abba a pillanatba szólok a hargitai kollégáknak, hogy na most azonnal csináljatok egy hargita megyei úti könyvet, hargitai úti könyvet, és hát miért ne a vásárhelyieknek, hogy hiszen a, széke, a székelyföldi barangolások és három ilyen kötet volt sorrendben, Hargita, Kovaszna és Maros megye. Most nem számít a sorrend, de újra bekerülhetne. Három olyan úti könyv a magyar piacra, amit olyan emberek írtak meg, akik végig jártak ott minden ösvényt, minden váromot, megkóstolták az ásványvizeket, beültek a mofettákba, áttanulmányozták, még ha nem is művészet a műemlék épületeknek az egész irodalmát, tehát, hogy érdemeljék ki a magyar olvasónak, ugyebár a az, az, elismerését és, és, hitelesek legyenek. Mert hadd nem mondjak, mondjam, hogy van, vannak olyan uti könyveink, ahol leírnak két templomot, csak az, ami egyik templomban látható érdekesség, az pont a másikba tették be és fordítva. Ennyi az egész. Úgyhogy akkor, mikor kimegy a, a Kirándul, azt mondja, hogy most akkor vagy én nem vagyok függőleges, vagy itt valami baj van. A helytörténeti dolgok is egy nagy... Ezek a mazsolák. Uh -huh. Hogyha én el tudok sütni egy-egy ma, helytörténeti érdekességet, eh, akkor a, a legnagyobb öröm az, amikor valaki a faluból felhív, hogy Zoli bácsi, azt a mindenit, ezt maga honnan kereste el, és honnan tudja, mert erről mi eddig például nem is hallottunk. Na, hát ezek azok a helytörténeti kuriózumok, hogy, hogy nem magyar szóval fejezzem ki. Honnan merít erőt, hogy ennyi mindent csinál? Még mindig? Vagy hogy Könnyű. Mondjam? Azért, mert az édesanyám még ágó, a Sepsi Szentgyörgyi református, sikó családban euh, nagyon sok hosszú életű ember volt. A négyen voltak anyám, még testvérek, mindenki közel száz évig élt, és az esze a helyén volt. Hát akkor még van ideje. Na, akkor gondoltam, hát ha a fennvaló megsegített, annál is inkább, hogy még másnak is szüksége van rám, én amíg tudok és kedvem van, addig dolgozok. Sőt, akkor is, ha nincsen kedvem, mert tudom, hogy azt muszáj megcsinálni, hát ilyen nincs, hogy a lapon az a féloldal fehér marad, mert Zoli bácsi szédült a hajnalba, ilyen nincs, azt meg kell, el kell végezni. A um. Az idén, gondolom azért is, mert kerek évfordulós, 80 éves, azért kényeztették, meg kitüntették. Gondolom ez jó volt. Jó volt, jó esett, hogy más is elismertes, értékeli azt, amit, amit én hát, tettem és elvégeztem a legértékesebbnek, a nyomtatott betűt találom. Mert láma sírkő, meghámlék, elreped. Orra bukik, kiveszik, egy pietráriumba vagy egy lapidáriumba teszik, de a nyomtatott betű sokszor a faragott követ. Hogy ne beszéljek betonról, cimentről, túléli a nyomtatott betű. És hálát adok a fennvallónak, hogy megsegített. Bár egyre nehezebb a könyvkiadás, de valahogy úgy adódott, hogy az utóbbi években, ha egy évben egyszer egy könyv nem, akkor két évben egy megszületik. És ez ez maradondó, és marad az érték. O, jó munkát kívánok továbbra is, és köszönöm szépen, köszönöm hogy szépen. beszélgetettünk. Igyekezek, igyekezek. Én is köszönöm szépen.